Vajon elég egy szakma alapos ismerete akár egy kisvállalkozás vezetéséhez? Mi maradt ki a vállalatvezetők képzéséből, és milyen gondokat okozhat egyes készségek hiánya? És hogy kerül egy gazdasági szaktanácsadó író munkájába a házassági tanácsadás? Mindezekre választ kaphatnak a következő stúdió beszélgetésből. Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket, és köszöntöm a stúdióban Kaza Tamást, aki honlapjáról idézem, a bajnokok trénere, lezárási specialista, bestseller író, nemzetközi tréner és előadó művész. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok a nézőknek is! Kasza úr, ha lenne még olyan, akkor az ön személyi igazolványában mi lenne beírva foglalkozásnak? Egy dolog. Író. Író. Tehát ön így apostrofálja magát elsősorban, mint író. De most az sem mindegy, hogy milyen, ugye, mert azért azt is tudom, hogy szép irodalomban is otthon van, illetve hát a gazdaságban is otthon van. Melyik az elsődleges? Hát először is a vezetői könyvek, értékesítői könyvek, amiből élünk. Viszont nekem nagyon a szívemhez nőtt a magyar mese, illetve sci-fi és fantasy műfajba is alkotok. Legutoljára pedig egy regényt is írtam, ami az elmúlt 10 év tapasztalatait egyesíti, tehát egy ilyen kicsit humoros formába ad át gazdasági információkat. Azért azt gondolom, hogy a munkásságának a java része a gazdasághoz kapcsolódik, ha jól gondolom. Ön, amennyire tudom és tájékozottam, cégvezetőknek és MLM értékesítőknek tart kurzusokat, tanfolyamokat, ugye készíti fel őket, ezt helytálló az információ. Akkor viszont vegyük ketté a történetet. Nézzük először a cégvezetőket. Jó. A cégvezetők ugye többségében ilyen értelemben képzett emberek, tehát marketing diplomával, menedzseri diplomával rendelkezett nagyon sok esetben. Mi az, ami mégis önök tudnak adni nekik? Tehát mennyivel több? Mi az a plusz, vagy egyáltalán mi az a terület, amit egy menedzseri diplomával rendelkező cégvezető nem tud? Én lennék a legboldogabb, ha ez igaz lenne, hogy a legtöbbnek ilyen diplomája van. Sajnos az igazság az az, hogy amikor elkezdődött a rendszerváltás, és elkezdtek vállalkozni ugye nyakra főre mindenki, akkor a saját szakmájából indult ki. Tehát mondjuk volt egy nagyon jó festő, csinált egy céget rá, mert máshogy nem tudott ugye legálisan működni. Előbb-utóbb felvett embereket, lettek 15-en 20-an, és amikor a cég méret elér egy ekkora nagyságot, akkor szembesül egy problémával, hogy el kéne kezdeni szervezni. És innentől? Innentől vannak problémák. Megakadnak, igen, ezen a igen. Szinten. A legtöbb ilyen cég felmegy 40 főig valahogy, aztán visszamegy 20-ra, és ez így pulzál, ahogy így jön a különböző apály dagályok, mármint úgy értem, hogy gazdasági erősödés, vagy éppen egy válság. És pont az a problémája ugye a cégvezetőknek, hogy a cégvezetés az nem egy szakma, hanem legalább 20 szakma. És az ember a saját kárán tanul, hogyha tanul, de van egy dolog, amiben nagyon-nagyon gyengék vagyunk mi magyarok, ez pedig gyakorlatilag a kommunikáció. Egyébként ön tanult a saját kárán, bocsánat, hogy visszaadom a saját káromon is, igen. Tehát volt ilyen helyzetben ön is, amikor... Igen, mondok rá egy példát. Az első két embert, amikor ki kellett rúgnom, ugye ez már a szó is nagyon negatív, akkor fél évig gondolkodtam rajta, hogy kimerjem-e rúgni őket. És gyakorlatilag ugye ez a cégvezető ezt átéli, hogy még most is, hogyha éppen megválik valakitől, napokig gondolkodik rajta, hogy esetleg ő-e a hibás vagy nem. És ugye tudjuk, hogy 67%-át a gazdaságnak a kisvállalkozások adják, tehát gyakorlatilag itt a tévénézők közül is azok a cégvezetők tartják el úgymond a várost vagy az országot, akik ténylegesen a vérüket odaadják akár az alkalmazottért, de ha nem tudják megválogatni azt, hogy kivel dolgozzanak, akkor nagyon gyakran kiábrándulnak az emberekből, és ahogy kiábrándultak az emberekből, a kommunikációjuk lecsökken, és gyakorlatilag belülnek egy olyan néha kényelmes, néha kényelmetlen komfortzónán belüli dologba, amiből nagyon nehéz kitörniük, mert nem tudnak hatékonyan kommunikálni az alkalmazottakkal. Egyébként az ön működési területe az milyen cégekre vonatkozik? Úgy értem ezt, hogy mekkora méretű, tehát kis vállalkozás, középvállalkozás, vagy nagy vállalkozás? Mindegyikből vannak ügyfeleink. Most én nem tudom, hogy tévén belül szabad-e neveket mondani, vagy nem. Inkább nem. De a lényeg a következő, hogy alapvetően én 3 területtel foglalkozok. Olyan magánszemélyek járnak hozzám, akik ki akarnak állni magukért, tehát azt vették észre magukon, hogy nem tudnak érdekeket érvényesíteni, akár egy párkapcsolatban, akár a munkahelyükön.
Párkapcsolata is foglalkozik? Hát néha muszáj. Ez egy nagyon érdekes történet, mert ugye van egy sikeres cégvezető úr vagy asszony, de a párkapcsolata, ha nem támogató, akkor előbb-utóbb akár ez betegségekhez is vezethet. Sőt, ugye hát ez mindenképpen kell egy támogató háttér mindenféle tevékenységhez. Én úgy gondolom, nem csak a cégvezetéshez, hanem bármihez kell egy bizonyos. És az az érdekessége, hogy vannak tesztjeink is, és néha egy-két ügyfelem megkér arra, hogy az új párját teszteljük le, hogy tehát ilyen munkatárs felvételi interjú alakul a párkeresés, elnézést a kitérőjét. Hát ez elég érdekes, így innentől kezdve. Tehát ilyen házassági tanácsadással foglalkozik majd. Néha jó, muszáj belemenni. Igen, tehát akkor a cégre visszatérve egyéni vállalkozók. Igen. Aztán értékesítők, akik többet akarnak keresni. Ugye nagy probléma Magyarországon az, hogy 600 ezer ember próbál érni értékesítésből vagy MLM-ből, ahogy említette, és ezt szintén nem oktatják iskolában állunk még. És vannak olyan cégvezetők, akiknek még mindig muszáj eladnia. Tehát teljesen mindegy, mekkora a cég, bizonyos kulcspartnerek, még egy nagyon nagy, több 10 milliárdos cégnél is igénylik azt, hogy a vezetővel üljenek le, és mi azokkal a cégekkel dolgozunk, ahol a vezetőnek még mindig vannak tárgyalásai. Kaszaúr, itt az előbb, hogy bemutattam önt, azt is elmondtam, hogy lezárási specialista. Az mi? Mit zárnak le? Nem a párkapcsolatokat, bár nagyon sok ügyfelünk van, aki erre keresett rá, és úgy talált meg engem. Az értékesítésről beszélünk. Ugye egy sikeres értékesítés a lezárással lesz teljes, ami a szerződés aláírását és a pénz átutalását vagy átvételét jelenti, és ezt nagyon sokan tanították így vagy úgy, viszont nem tanították eleget. Tehát mondjuk egy MBA-s ötnapos képzésből is még csak 2,5 óra szólt a lezárásról, nekünk pedig erről 30 napnyi anyagunk van. Bocsánat, ez valami idézőjelben művészet lezárni egy tárgyalást? Tehát... Részben igen, mert emberi kommunikáció az mindenképpen művészettel kapcsolatos. Ugye minél jobb színész egy értékesítő, annál hatékonyabb lehet, de gyakorlatilag meg lehet tanulni. Tehát én azt szoktam mondani, hogy az én előnyöm az volt, hogy az én személyiségem nem volt elég erős ahhoz, hogy eladjak. A legtöbb trénernek, vagy értékesítőnek, cégvezetőnek olyan erős a személyisége, hogy lehengerlően igent mondanak neki. Nekem viszont nem volt ilyen. Tehát nekem aprólékosan meg kellett tanulni, és arra jöttem rá, hogy fogalma sincs gyakorlatilag szinte senkinek, hogy egy olyan, aki nem erre született, hogyan gyonál. Hol tanulta meg? Hát ez nagyon érdekes, mert szinte sehol, ahogy az előbb mondtam. Volt egy könyv, amit én Németországban, amikor ott trénernek tanultam, megismertem. Ez csak tanult? Valamennyire. Ez egy 7,5 oldalt kellett elolvasni a könyvből, ahhoz a programhoz, amin voltam. A kifogáskezelésről szólt. És az a könyv összeszedte Amerikába a sikeres értékesítőkbe, ami közös. Tehát nem valakinek a gondolatmenete volt. És ugye kicsit ez a probléma az értékesítéssel is, mint a harcművészetekkel, hogy mondjuk, hogyha én taekwondót tanultam, hogy miért vannak benne nagy ugrások? Miért van benne egy olyan ütés, ami egy ilyen pontütés, és a kezem ennek a bütykével kell ütni. És ha az ember ezt nem tudja, akkor nem tudja azt, hogy ez egy koreai harcművészet, egy olyan sziklás körülmények között jövő emberektől, akik 1,80 nagyságúak vagy magasabbak voltak, és a problémájuk a japán hódítók voltak, akiket lóról le kellett rúgni, és utána a bőrpáncélban voltak a japán katonák, és őket kellett ugye kezelni. Na most a legtöbb értékesítés, amit lehet tanulni, az konkrétan egy dolognak az eladására volt, és a Földön az első olyan terület, amit az emberek nem akartak megvenni, ez nem megbántva őket, ez tény, a 30-as évek környékén Amerikában a biztosítás volt. Tehát az első értékesítési trénerek kizárólag biztosítási ügynököket képeztek, és azzal a hozzáállással, hogy ez valami olyan, amit az emberek nem akarnak. Igen, hát ez mondjuk itt tartunk már jobbában az MLM-nél, ugye a multi-level marketingnél, amit ön is szintén említett, és amire képez úgymond ügynököket, vagy eladókat, mindegy, hogy hívjuk. Na most ez itt egy másik történet, hogy mi szükség van erre? Tehát mi szükség van arra, mindjárt beleszaladunk ebbe, hogy a nap mint nap szinte, hogy megállítanak nagyobb üzletekben, legutóbb épp a repülőtéren állított meg két kedves hölgy, és ott rám akar sózni rögtön valamit, mindegy. Igen.
jelenleg azt gondolom, hogy én bemegyek az üzletbe, megveszem, amit akarok, amit nem akarok, úgyse veszem meg, illetve hát most már akár az interneten is tudok rendelni. Tehát mi szükség van arra egyáltalán, hogy hívogassanak különböző emberek, hogy mit nyertem meg, mit találtam meg, nem tudom, hogy ismerjük a szöveget, vagy éppen elém álljanak az üzletbe, hogy most akkor vegyek kávéfőzőt, vagy parfümöt, vagy akármit. Nekem az a célom, hogy magát a kommunikációt, amit egy értékesítő csinál, olyan szintre felhozzuk, hogy egy tárgyalás után akárhol szólítják önt meg, vagy hívják fel, jó érzéssel váljon el, és ne ábránduljon ki az emberiségből. Sajnos az a módszer, ahogy oktatták őket, az pont azt éri el, hogy olyan szinten ki tud ábrándulni az egész világból egy ilyen tárgyalás után, hogy gyakorlatilag, ha ugye nem lennénk tévében, akkor most különböző szavakat tudnék használni, de nagyon sokan kiírták ugye cégvezetőként az üzletük elé, hogy minden második üzletkötőt lelövünk, egy már járt itt. Tehát ténylegesen ez egy probléma. Igen, az emberek általában lecsapják a telefont, vagy ott hagyják, jó esetben udvariasan hagyják ott az illetőt, ugye, tehát jó esetben, igen. Mert vagy én nekem például saját példám volt, mert régen szintén megszólított egy hölgy egy nagy áruházba, hogy 15 000 forintot azonnal nekem adnak, csak jóváírnak, levásároltam minden sót, ne haragudja, mondom, ebbe én így nem hiszek, mondom, ahogy mondani szokás, nincs ingyen ebéd, mondja meg, hogy mit kell nekem ezzel csinálni. Hát akkor, ha maga ilyen szkeptikus, akkor nem tud magával mit csinálni, és akkor mesélhetődve ott hagyott. Igen. Nekem ez a problémám, és ebbe a célunk teljesen közös, hogy adjuk vissza az értékesítés becsületét, mert az ilyen ügynökök miatt elvesztette. És ugye nem az ügynökkel van baj, mert nem tanulta sehol. Tehát gyakorlatilag a kommunikációnak azt a formáját, amit értékesítésnek hívunk, azt már kiskorunktól, a szüleinktől kezdjük el tanulni, és egyetlen egy módszert tanulunk meg, ez pedig az, hogy ha valakinek mondunk valamit és nem csinálja meg, akkor sértődjünk meg, mert a szüleink is, meg a tanárok is ezt csinálták velünk. És teljesen igaza van, nagyon-nagyon durva különbség, akár hogyha elmegyek Székelyudvarhelyre, vagy még durvább különbség Amerikába, akármennyire szidjuk, hogy amikor kijövök egy ottani áruházból, akkor ott nem sértődnek meg az emberek, mert más a kultúra. Kaszakor, egyetlen kérdés még. Ahogy elnéztem az önök tanfolyamit, itt 5000 forinttól 3 millióig terjednek a tanfolyam díjak. Valójában kinek szólnak akkor ezek? Mert azért az, hogy valaki bevizel 1 millió vagy 2 millió forintot egy tanfolyamra, és akkor ilyen is volt, hogy ilyen szlogen, hogy gyere hozzánk, és két hét alatt megtanítom, hogy keresetsz 1 milliót. Ez innentől kezdve felmerül a kérdés, hogy akkor ez most kinek szól egyébként? Vannak ingyenes képzéseink is, tehát a honlapomról 3 könyv ingyen letölthető, illetve a YouTube-on nekem a legnagyobb tudástáram teljesen ingyenesen, ugyanis ez egy tényleges probléma, hogy a legtöbb cég nem ad képzést a munkatársainak. A legegyszerűbb egy példán keresztül mondani erről egy történetet. Van egy barátom, ő ingyenes anyagokba eljutott oda, hogy eljöjjön egy 5000 forintos napra. Igazából a szünetben nem nagyon tudott vásárolni magának ételt, hozott 2 szendvicset. Aztán utána, amit ott tanult, utána el tudott jönni egy 3 napos kommunikációs tanfolyamra, úgyhogy 5 embertől kérte kölcsön egyébként, mert bízott magába. Majd 1 év múlva sikerült egy olyan céget alapítania, amivel elérte azokat a célokat, amiket nem tartott sose reálisnak, és az utóbbi 3 évben többet volt külföldön, mint valaha. Tehát én azt gondolom, hogy az értékesítés, a cégvezetés az egy kiugrási pont lehet valakinek, aki kitartó és tanul, de természetesen itt a nagyobb értékű szolgáltatásoknál olyan cégvezetőkről beszélünk, vagy olyan ügynökökről, akik olyan értékesítői helyzetben vannak, hogy ott ezt könnyen visszakereshetik. Egyetlen gondolat, még ön említette, hogy az interneten is van sok anyag öntől, tehát akit érdekel, megtalálhatja önt, az ön oldalát, illetve a párkapcsolatokról is néhány videó. Szolgáltatásait megtalálhatják akkor az interneten, gondolom a kaszatamás.hu-n, igen. Ha szabad bemondani, köszönöm szépen. Ennyi belefér. Kassa úr, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és további jó munkát és sok sikert kívánunk. Nagyon szépen köszönöm az interjút.